Az elmúlt időszakban minden szükséges karbantartást elvégeztek a belső és a külső részben, a park rendbetétele mellett a sporterek is felújításra kerültek. Ez a 3 hónap ez gyakorlatilag arra volt elegendő, tehát elég is volt, meg nem is, tehát gyakorlatilag arra volt elegendő, hogy olyan munkálatokat is meg tudtunk oldani, amit gyakorlatilag nem tudtunk volna egész évben, mert ahhoz le kell állni. Tehát egy-két olyan műszaki gondot meg tudtunk oldani lent az alsó gépházba, tehát a föld felett, amit ugye a vendégek nem látnak, amit gyakorlatilag csak fürdőleállással lehetett megoldani. Másrészt pedig, mint a belső térben, mint a külső térben, a kollégáim nagyon-nagyon sokat dolgoztak azon, hogy csinosítsuk és szépítsük magát a fürdőt. Nagyon sok felújítást végeztünk a padoktól kezdve a belső térbe. Nagyon sok olyan munkát megoldottunk, amit ki kellett volna adnunk vállalkozóknak, de így most a saját dolgozókkal meg tudtuk oldani, és szabadságolással, valamint azokkal a feladatokkal, amit ki kellett volna adni, és mégsem adtuk ki, tehát megoldottuk saját önerőt. Így viszont meg tudtuk tartani a dolgozókat, és nem kellett elküldenünk. Ezt köszönet az önkormányzatnak is, hogy ebbe belementek, tehát gyakorlatilag olyan dolgokat csináltunk meg, de hát ezt majd a kedves látogatók is fogják látni, tehát a kertünk az gyakorlatilag az összes növény meg lett metszve, nagyon sok olyan feladatot csináltunk, ami ugye nem látszik, de meg kellett oldanunk. Tehát én most is köszönetet mondok a dolgozóinknak és a kollégáknak, hogy lelkiismeretesen és nagyon jó színvonalon megcsinálták ezeket a feladatokat. A technikai felújítások, a medencék csempézése és fertőtlenítése is megtörtént, így a hétvégén már fogadja a vendégeket a strand. Tervben van, hogy szombaton nyitunk bizonyos részeit a strandnak. Ugye itt ajánlások vannak, a NNK, a Nemzeti Népegészségügyi Központnak van ajánlása, ami gyakorlatilag olyan szabályozókat tesz be a fürdő nyitására, ami egyrészt területi jellegű, amivel nekünk nincsen problémánk, mert ez a 8-10 hektáros területünk az nagyon sok vendégfogadásra alkalmas, viszont a vízfelületekkel egy kicsit bajba vagyunk. Vendégenként 4 négyzetméter vízfelületet írnak elő, ez azt jelenti, hogy 90-100 fő vendég lehet egyidejűleg a fürdőben. Szabadtéren a töltő-ürítő rendszerű gyógyvizes medencéket nem lehet megnyitni. Minden egyes fürdőzőre a medencében 4 négyzetmétert kell számolnunk, és még vannak egyéb szabályzók, tehát nem nyithatjuk meg a töltőürítő medencéinket. Ez nagyon nagy gond, mert így a gyógymedencéket nem tudjuk üzemeltetni, viszont mivel nekünk van termálvízünk is, tehát a termálmedencénket, ez a bejárattal szemben lévő nagy medence, amit meg tudunk nyitni, meg tudjuk nyitni a gyerekpancsolót, és meg tudjuk nyitni a csúszda medencét, ami egyben gyógy, tehát oktató medence is. Így összesen egy olyan 100 főt tudunk a vízben egyidejűleg tartani. További intézkedésig zárva tartják a fedett uszodát. Nincs egységes rendelet, utasítás a nyitás feltételeiről. Termálmedence hőmérsékletét azt fölvisszük 2-3 fokkal, tehát egy olyan 36-38 fokos vizet produkálunk majd a termálmedencébe. Itt azért azt szeretném elmondani, hogy a külső medencénket nem tudjuk hőntartani, nem tudjuk melegíteni, mert erre a műszakilag alkalmatlan maga a fürdő, nem így tervezték ugye a strandot. Ezt csak vízpótlással tudjuk megoldani, annyi, hogy egy nagyon picit el fog zöldülni a víz, de hát legalább melegebb lesz, tehát megpróbáljuk azt kompenzálni, hogy a gyógyvízben lévő meleg vizet körülbelül ugyanolyan hőmérsékletre föl fogjuk vinni. A beléptetés előtt hőmérsékletmérésre kerül sor, és a jegyváltáskor is be kell tartani a biztonságos távolságot. A nyitvatartásunk nem változott, tehát az gyakorlatilag ugyanaz, ami ilyenkor szokott lenni. Nagyon szívesen várunk mindenkit, nyugodtan jöjjenek a pénztárhoz. Bizonyos szabályzók azok lesznek, tehát ki lesznek írva, hogy tehát többet kell feltöltleníteni, stb. Mi és a dolgozóim a biztonságra fogunk menni, tehát nyugodtan jöhet bárki a marcellvárosi fürdőbe, mert azokat a fertőtlenítéseket és azokat a higiéniai dolgokat, amik javaslatok és előírások,
azokat meg fogjuk oldani. Tehát azt viszont nagyon-nagyon szépen kérném az ideglátogatóktól, hogy azokat az alapvető normákat, amit most előírnak, azokat tartsuk be. Tehát tartsuk be a 4 négyzetmétert a medencékbe, egy családhoz tartozók legyenek egymás mellett, a külső területeken ugyanúgy tartsuk be a 2 métert. Ha a dolgozóim és a medenceőrök esetleg figyelmeztetnek valakit, elmondják azt, hogy mik a szabályok, azt ne úgy vegyék, hogy kötözködés vagy egyebek, hanem sajnos ezek az előírások most per pillanat. Ezek mind a dolgozók, mind pedig a vendégeknek az érdekeiben jöttek ezek a szabályzók, és ezeket nekünk be kell tartani. Ugyanígy a pénztárnál is lesznek majd jelek, hogy milyen távolságot kell betartani. Azt elmondom, hogy nem kötel, tehát egyelőre a mostani tudomásunk szerint nem kell a fürdő területén maszkot viselni. Természetesen használható lesz minden sportpálya és játszótér. A 4 évszakos koripálya, a kézi, a röplabdapálya és a kosaras pálya is rendelkezésre állnak majd. A hétvégétől minden pihenni és strandolni vágyót vár a Marcelli Strand.